motel, és leginkább amit nem szeretnék, az az ökopark. Miért nem szeretnék ökoparkot? Hát lefordítom nektek, mi az ökopark magyarul? Mi a jelentése? Kínzó kamra az élőlények számára. Itt vagyunk ezen a nemzeti parkon. Itt élnek ezek a madarak, a védett madarak és akármilyen más élőlény. Az Isten szerelmére vegyük már a fáradtságot azért, hogy fölkelünk reggel korán, vagy akár este még, amikor alkonyodik, kijövünk és gyönyörködünk a természetes élőhelyükön, ezekbe a madarakba. Mi egy ökopark, egy börtön az állat számára. Emlékezzünk már vissza, amikor be voltunk zárva a COVID-19 alatt, hogy maradj otthon! Mit éreztünk hosszú időn keresztül? Hogy majd megtébolyodtunk azokba már otthon, mert nem mehettél ki. Most gondolj bele egy madár, akinek a végtelen ég az otthona. Mit érez, ha be van zárva egy szűk ketrecbe? Mi zajlik benne? Egy idő után tényleg megtébolyodnak, neki mennek a ketrecnek, és a védett állatok, amiket oda be fognak zárni, azok ott tömeghalnak. Tehát leginkább ezt nem szeretném. Ha lehet, javaslok ökoparkot, de most már olyan, úgymondva vannak művészek, akik filcből, illetve egyéb technikából teljesen életnagyságú és gyönyörű, mintha olyan, mintha az élőlény állna előtted, ilyenből lehetne ökoparkot. Vagy mit javasolnék még? Tessék a Nemzeti Parknak, akinek az a dolga, hogy az utódainknak megőrizze ezt a területet, megőrizze az itt lévő élőlényeket. Menjen át már Rusztra, itt van tőlünk 20 kilométerre. Mi van ott? Egy gólyaápolda, egy madárápolda. Ugye a soproniak sokszor kérdezik, látom a Facebookon, találtunk ilyen sérült madarat, olyan sérült madarat, hattyút az útszélén, vadlibákat az útszélén, és nincs ahova eljutassuk ezeket a madarakat. Én is számtalanszor, ahova le tudjuk vinni kőszeg, de ott a Hortobágyi Madárpark. Nincs sok hely, 3 vagy 4 ilyen van az országban. Tessék ide, hogyha már akarunk ökoparkot, tessék ide építeni egy gólyaápoldát, egy madárházat, ahova ezeket a sérült madarakat bevisszük, meggyógyítjuk, és a röpdékben lehet bennük csodálkozni, és még pénzt is lehet abból keresni, amikor vissza, nagyon látványos, én voltam a Hortobágyon, hogy kiengedték a madarakat, visszaengedték, és ezért pénzt szedtek. Tehát nem akarok ökoparkot, és nagyon szépen kérem, értsétek meg, az az állatok számára, így sokszor elmondták, már elhangzott, földanya, a mi életterünk, az őseink, 10 000 éven keresztül képesek voltak harmóniába élni vele. Pontosan tudták, földanya az, aki az alap, aki eltart minket. Ő ad egyedül neked vizet, levegőt, talajt, megnézelheted a pénzedet, hogyha minden, nincsen levegő. 3 percig vagy 8 percig max egy gyöngyhalász bírja ki, hogy nem vesz levegőt. Tehát értsük meg, az a természetvédelme az alap azért, hogy a gyerekeink is egy normális környezetben tudjak egészségesen felnőni. Tehát nagyon szépen kérek, támogassatok minket abban, hogy mit nem akarunk. Ökoparkot, mert az egyenlő a börtönnel. Köszönöm. És aki most akar, az jöhet tovább és mondhatja, ti mit szeretnétek, vagy mit nem. Köszönöm szépen.